Hol van az a pénz műemlékház helyeken? Hol van az a pénz átsuhant a kezeden? Ki szeretném emelni a Károly körült három per átjelű épületnek a tetőtér leépítését? Hármas határozati javaslat. Valamennyi bérlő által lakott épületre valamilyen szinten álláspontot kell. A felülvizsgálat során készített ellenőrző felülvizsgálat valamennyi ingatlan esetében megállapította, hogy a korábban megállapított forgalmi értéket összevetve az ellenőrző érték felülvizsgálattal értékelési eltérés nem áll fenn. Tehát gyakorlatilag, ugye, ha ezt most lefújtom, azt állapította meg, hogy az akkori értéken valamennyi ingatlan a reális értékén lett eladva. Dr. Márkus Pálné vagyok, Király utca 15-ből. 57 éve a Király utca 15-ből. Ez egy szép idő, amit ott töltöttem. Most is szeretnék ott lenni, és nagyon szeretném megvenni a lakásomat. Itt előtte már annyi cirkusz volt, hogy ez borzasztó, évekig. Adjuk, nem adjuk, kiveszik, megveszik. Itt össze-vissza beszélt mindenki. Köszönöm külön a Solymári Gabriellának. Ő tudja, hogy én mennyit sírtam neki. Szóval kérem, ez egy csúnya dolog, és ha mi megvehetnénk, mi fizetnénk. Nem úgy, mint a Király Palasz, aki csak a vételekkel törődött. Nagyon meg vagyok sértve, és nagyon-nagyon haragszom az önkormányzatra. Bla 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 bla. Bla bla bla. Tisztelt képviselő asszonyok és urak, én most itt több civil szervezetnek és a Nagy Jófej Egyesület, mint helyi szervezetnek a véleményét tolmácsolom. Önöknek itt most megvan az a lehetősége, hogy, hogy is mondjam, csak ebben az új helyzetben, ami előállt az elmúlt hetekben, azt mondják, hogy rendben van, kezdjünk el egy párbeszédet. A civil oldalról indult el az a vizsgálat, aminek az eredményeképpen most több képviselőtársuk vizsgálat alatt áll. Kérem, hogy fontolják meg, nagyon elegáns érzés lenne, hogyha most valamit megváltoztatnának. Köszönöm. Köszönöm szépen. A válaszadásra megadom a lehetőséget a polgármester úrnak. Most szavazunk.